A Ponton híd első elemét csúsztatja a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki ezredének szentesi alakulata a Csónakházótóba. Kora reggel a Béke utcába sorakozott fel 4 katonai jármű, majd a megfelelő biztonsági intézkedések után 20 katona látott munkához. 4 elemből álló PMP szalaghidat fogunk felépíteni, amelynek a terhelhetősége 60 tonna, jelen esetben 20, maximum 25 tonnás terhelésre terveztük a hidat, és ezt fogjuk itt üzemeltetni az önök rendelkezésére 10 napig. Az Árpád utca és a sziget között felépített hídra azért van szükség, hogy a parkfenntartó munkatársai nehéz gépjárművekkel a szigetre jussanak, és megszabadíthassák azt az elöregedett növényektől. Igyekszünk megőrizni a szigetnek az eddigi arculatát, csak egy tisztább, átláthatóbb szigetet szeretnénk létrehozni, ami világosabb, és a fák fiatalabbak ifjító metszéssel vannak megújítva, és hát a kinézete az hát egy fiatalabb növényállománynak megfelelő kinézetet próbálunk neki kölcsönözni. Ilyen együttműködésre még nem volt példa a honvédség és az önkormányzat között. Helyszíni szemle után a sajtót is tájékoztatta a polgármester. Szükség van itt fák kivágására. 57 fa kivágása történik meg, és 139 egyéb növénynek a meccése. A hídon 6 jármű közlekedik majd hétköznaponként reggel 8 és este 18 óra között. A lakosságot kérik, saját biztonságuk érdekében ne merészkedjenek a Ponton hídra.